Az almádi kapitányság megelőzési kiemelt főelőadója elmondta, 2013 nyugodt légkörben telt el, nem kellett kiemelt eseményhez vonulniuk a rendőreinek. Egyetlen ittas vezetőnk volt a két ünnep között, volt egy garázdasságunk a szilveszteri buliban, egy kis csetepaté történt Csajágon, különösebb esemény egyébként nem történt. Örülünk neki, hogy az év vége ilyen csendesen zárult, és az év elején nyugodtan indult. Elkészült az elmúlt év közlekedési statisztikája, ez alapján sajnálatos tendenciára hívják fel a közlekedők figyelmét. Tavaly is ugyanannyi, 62 személyi sérüléssel járó baleset következett be a járás útjain, azonban az arányok a súlyosabb balesetek felé tolódtak el. A háromhoz képest 4 halálos sérüléssel, illetve hát halállal végződő balesetünk volt. A 18 helyett 25 lett a súlyos sérüléses esetek száma, és ugye ebből következik, hogy a könnyű sérüléssel végződő balesetek száma megcsökkent. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy amikor baleset történik, sokkal nagyobb erővel ütközik az autó, akár a másik autónak, egy másik gépjárműnek, akár az úttest szélén álló bármilyen műtárgynak, vagy fának, vagy ilyesminek. A közlekedési balesetek okai között ugye elsőként szoktuk említeni a gyorshajtást. Ez a gyorshajtás nem a Trafipax által mért gyorshajtásról szól, ezt úgy hívjuk a szakmában, hogy a relatív gyorshajtás, ami azt jelenti, hogy a közlekedési viszonyoknak, tehát a látási és útviszonyoknak megfelelő mérték helyett jóval gyorsabban közlekednek az emberek. A rendőrök kérik, hogy továbbra is a téli útviszonyoknak megfelelően vezessünk, legyünk figyelemmel arra, hogy szinte minden nap köd borítja a tó környékét. Ha hosszú útra indulunk, tájékozódjunk az útviszonyokról és az időjárás várható alakulásáról. Legyünk felkészülve arra is, hogy akár egyik napról a másikra beköszönhet a havazás, akár még márciusban is, ahogy 2013-ban történt. Mindig legyen elegendő üzemanyag, takaró, feltöltött mobiltelefon, és akár hólapát és hólánc is a kocsi csomagtartójában.